Álomszép otthon, velünk gyerekjáték. S plusz C Stúdió Kft. Szekszárd, www.sc-studio.hu. Kisvállalkozók versenyképességét segítik, 80 milliós programot hirdetett a kormányhivatal. Útépítés, 4,6 milliárdból 20 útszakasz lesz járhatóbb Tolna megyében. Veszteglő hajók, csupasz part, extrém alacsony a Duna vízállása. Részfúvós fesztivál, igazi zenei csemegék és hírességek Pakson. A Tolnatáj Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A 6 milliárd forint keretösszeggel meghirdetett központi munkahelyteremtő támogatás mellett megyei programra is pályázhatnak a mikro, kis és közepes vállalkozások Tolna megyében, jelentette be Horváth Kálmán kormány megbízott. A 80 millió forintos kerettel meghirdetett munkaerőpiaci programmal a kormányhivatal a KKV-k versenyképességének erősítéséhez kíván segítséget nyújtani. Nagyon fontos azoknak a vállalkozásoknak a támogatása, akik valamilyen pozíciót szereztek a gazdasági életben, a kis- és középvállalkozások pedig fontos szerepet játszanak az ország és Tolna megye gazdaságában, mondta Horváth Kálmán kormány megbízott. A tájékoztatóból kiderült, jelenleg 3 pályázati lehetősége van a szektornak arra, hogy létrehozzon vállalkozásokat, vagy a meglevőit fejlessze. A cél az, hogy ők meg tudják őrizni azt a gazdasági helyzetben betöltött szerepüket, amit eddig kivívtak, és nyilván ezeknek a pályázatoknak van egy olyan fontos követelménye is, hogy ugyanakkor lehetőséget nyújtsunk esetleg a munkavilágából kikerült, de talpra esett embereknek, hogy munkát szerezvény esetleg vállalkozásokba kezdjenek. Az álláskeresők vállalkozóvá válását illetően a kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő pályázatát központi forrásból segíti a kormányzat. Az álláskeresők 2, a munkahelyteremtésben érdekelt vállalkozások akár 3,4 millió forintot is igényelhetnek. A Tolna megyei kormányhivatal kidolgozott egy kifejezetten a megyei viszonyokat szem előtt tartó pályázatot is. Annyiban tér el a központi programtól, hogy az új munkahelyteremtésénél nem 1,5 millió forintot adunk munkahelyenként, hanem 2 millió forint ennek az összege, és kedvezményezett járásban végrehajtott beruházásnál plusz 500 ezer forint igényelhető munkahelyenként. Németi Ágnes főosztályvezető helyettes véleménye szerint a megyei vállalkozások kisebb létszámmal működnek, és nem bírnak olyan gazdasági eseményekkel, mely alapján sikeresek lehetnének a központi pályázatokban. Olyan munkahelyekről van szó, illetve olyan vállalkozásokról, ahol 10 fő alatti a foglalkoztatás, ezért kívánjuk bővíteni azzal, hogy minimum 1, maximum 5 fő teljes munkaidőben történő foglalkoztatását támogatjuk ezzel a pályázattal. Erre a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból 80 millió forintot különítettünk el, és úgy tervezzük, hogy ezzel 35-40 új munkahelyet fognak a vállalkozások létrehozni. Tolna megyében jelenleg 6000 munkanélkülit tartanak nyilván. A vállalkozások szeptember 7, 10 és 14-ig adhatják be kérelmüket a 3 pályázatra. 2 forrásból közel 4,6 milliárd forint értékben összesen 20 útszakasz újul meg ősz végéig Tolna megyében. A felújításra váró közutak majd mindegyike rossz minőségű volt, és nagyban segíti majd a zavartalan közlekedést az építkezés. Dolgoznak az útépítők szerte Tolna megyében. Ez a gép Bogyiszló főútjának betonozását végzi. Ezzel együtt e pillanatban 7 másik úton is dolgoznak a munkagépek. Két részre kell osztani az útfejlesztéseket. Egyszer a terület és település operatív program keretében megvalósuló, ez Tolna megyét érintően közel 1,6 milliárd értékbe újulnak meg utak, illetve a hazai forrásból országos szinten 100 milliárd forint értékből Tolna megyére több mint 3 milliárd forint értékből újulnak meg utak. Mind a TOP, illetve mind a hazai forrásból 10-10 út kerül felújításra. Bogyiszlón már örülnek az új útnak, a település lakói nem teljesen elégedettek. Itt van a széle, hát ez körülbelül még állítom van 30 centi. De még ha ezt mindkét oldalon megtoldották volna, talán akkor elfogadható lenne, de még szerintem akkor is keskeny.
A lakók nem érték, miért nem lehetett szélesebbre építeni az utcát, félnek, a buszok újra a patkákat érintve járnak majd, és tönkreteszik az új utat. A buszok nem férnek úgy, hogy ne kelljen nekik letérni. A biciklisek nem mernek fölülni a biciklire az aszfalt úton, hanem mennek a szélén, mert olyan keskeny. Hát könyörgöm, ha egyszer már utat építenek, akkor miért nem lehet azt úgy megcsinálni, hogy az jó legyen? A település vezetője is kettős érzéssel fogadja a beruházást. Maga a burkolat sokat javul. Az itt lakók nyilván örülnek, meg én is örülök, mert én is közlekedek ezen. De egy picit ilyen savanyú a szőlő nekünk, mert lehetett volna még. Szóval ha már hozzáfogunk, akkor még egy picit tovább menni. Néhány kilométerrel arrébb Szálkán is javában folyik a munka. A települést átszelő út teljes egészében új burkolatot kap, ami rá is fér a jelentős forgalmat bonyolító szakaszra. A Szálkán igen komoly turista forgalom van, és ide kb. 40 ezer ember látogat évente, és maga a forgalom is elég nagy, úgyhogy az út már éppen megérett arra, hogy ezt a rossz állapotra élő utat felújítsák, és ennek mi nagyon örülünk és köszönjük szépen. A polgármester véleménye szerint ez a meglévő közlekedési problémák csak egy részét kezeli, a többi még várat magára. Tolna megyében a most 7 munkaterület alatt álló mellett további 5 úton kezdődik meg rövidesen a felújítási munka. A csapadékmentes időjárás és a hetek óta tartó hőség miatt 15 éve nem volt ilyen alacsony a Duna vízállása, mint most. A hajók több helyen kénytelenek leállni. Jelenleg 13 hajó útszűkület és 4 gázló van a Duna alsó szakaszán. Ez utóbbi azt jelenti, hogy a biztonságos hajózáshoz szükséges 2,7 méternél jóval alacsonyabb a víz. Éjszaka már hajózási tilalom van érvényben a Duna nagy részén. Ezek a felvételek egy héttel ezelőtt készültek Madocsán. Látszik, hogy a köves part mekkora része volt akkor szárazon a Duna extrém alacsony vízállása miatt. Az átlagosnál 1 méterrel lejjebb volt a vízszint a csapadékmentes száraz időjárás következtében. Több usztály vesztegelt akkor is a Dunán. A parton élő Kovács Ferenc akkor elmondta, hetek óta várakoznak a hajók ezen a szakaszon. Nem tudnak átmenni Földvárnál, olyan alacsony a víz, és akkor jön a markoló, átpakolják egy másik uszályba, és úgy tudnak tovább menni. A Duna paksi szakaszán is hasonló a helyzet, mint Madocsánál. Az alacsony vízállás miatt a part olyan részei is láthatóvá váltak, amelyeket eddig ellepett a víz. A paksi nézőnk által beküldött fotón például a kövek közül egy bomba lóg ki. Ezek a felvételek pedig már Baján készültek. Lehet látni, hogy a hetek óta tartó hőség és a csapadékmentes időjárás miatt tovább apadt a Duna, a nagyobb hajók, uszályok pedig itt is kénytelenek vesztegelni. A felső Duna vízgyűjtő területeire az elmúlt hónapokban kevés csapadék hullott, ennek hatására tartósan alacsony vízállások alakultak ki a Dunán. Jelenleg itt Bajánál a vízállás 69 cm, hasonló viszonyokat legutóbb 2003-ban tapasztalhattunk, akkor rögzítettük a bajai szelvényben a legkisebb vizet is 51 cm-rel. A tartósan alacsony vízállás következtében a Dunán, a kezelésünkben lévő Duna szakaszon több helyen hajóút szűkületek és gázlók alakultak ki. Jelenleg 13 hajó út szűkület és 4 gázló van a Duna ezen a szakaszán. Ez utóbbi azt jelenti, hogy a biztonságos hajózáshoz szükséges 2,7 méternél jóval alacsonyabb ott a víz. Solt térségében van a legnagyobb baj, ott a vízmélység mindössze 2 méterre tehető. A rendkívüli helyzet miatt augusztus 18-a óta a Duna nagy részén nem lehet hajózni este 8 óra és reggel 5 óra között. Nem változtat az eddigi stratégián a paksi atomerőmű új vezérigazgatója. Pekári Gézát augusztus 15-én nevezték ki a cég élére. Az átadás átvétel hamar megtörtént, miután eddig vezérigazgató helyettesként dolgozott. 2018. augusztus 15-ével Pekári Géza lett az MBM Paksi Atomerőmű ZRT új vezérigazgatója. Kovács Antal, a Paksi Atomerőmű kommunikációs igazgatója kiemelte. Pekári Géza személyének megválasztásában a teljes szakma egyetértett. Tekintve, hogy az új vezérigazgató ezt megelőzően a Paksi Atomerőmű műszaki vezérigazgató helyettese volt, az átadás átvétel folyamata gyorsan és zökkenőmentesen megtörtént. Nagyon fontos hangsúlyozni, és a miniszter úr is szokta hangsúlyozni, hogy ez csak ködösen vihető sikerre ez a feladat.
Alapvetően a Paks 1 gyakorlatilag a Paks 2 múltja, a Paks 2 pedig a Paks 1 jövője. A szakember hiány sok szakmát érint. Sajnos az erőművel kapcsolatosan is érzékelik ezt a problémát. Abban bízik, hogy az új blokkok építésével vonzó környezet alakul ki a jövedelmi viszonyok terén. A versenyképes ajánlatokkal próbálják a munkaerőt megtartani és Paksra hívni. Úgy gondolom, hogy az elmúlt 15 évben egy olyan útvonalra állítottuk az erőművet, ami helyes, és azt szeretném, hogy ezen az útvonalon mozogjon tovább ez a hajó, ez az erőmű. Összességében az alaptevékenységünk az, hogy biztonságosan, olcsón, környezetbarát módon állítsunk elő villamos energiát közmegelégedésre. Ez a küldetésünk, ezt fogjuk végezni. Nem gondoljuk, hogy ettől eltérő más feladatokat kell a nyakunkba venni. Fontosnak tartja, hogy a térség ismerje és elfogadja az erőmű tevékenységét. Ezért is működtetik a társadalmi ellenőrző, információs és településfejlesztési társulást, és segítik a társadalmi ellenőrző tájékoztató társulást. A civil szervezeteket a lehetőségeikhez mérten a továbbiakban is ugyanúgy támogatni fogják. Az új vezérigazgató kihangsúlyozta. Új kihívások előtt állnak, de ezeknek meg fognak felelni. Mindezt úgy, hogy megőrizzék azt a vállalati kultúrát és csapatot, akik 30 éve összekovácsolódtak ebben a nukleáris iparágban. Bátaapátiban évtizedek óta augusztus 20-ához kötődően rendezik meg a hagyományos falunapot és ünneplik együtt az államalapítással. A térség országgyűlési képviselője Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár ünnepi beszédében kiemelte, az ország új szövetségeseket talált céljai megvalósításában a visegrádi országokban. Amikor augusztus 20-áról, Magyarországról, magyar nemzetről beszélünk, egyre inkább és egyre többször beszélünk most már a visegrádi együttműködésről, Közép-Európáról. Jó tudni nekünk, magyaroknak azt, hogy a céljaink meghatározásában, a céljaink elérésében nem vagyunk egyedül itt Európában, Közép-Európában, hiszen mellettünk állnak a szlovákok, csehek és a lengyelek, és sokszor pedig az egyéb más nemzetiségiek is. Úgy gondolom, hogy augusztus 20-án erről is kell beszélni. Még idén elkészül az új piactér Dunaföldváron, a terület közösségi térként is funkcionál majd, ezzel párhuzamosan zajlanak a béketéri park és parkoló munkálatai is. Javában dolgozik a munkagép a piactér újjáépítésén Dunaföldváron. Jól haladnak a munkák, már szépen körvonalazódik az elalakú épület együttes. A fejlesztés két lábon áll. A terület és településfejlesztési operatív program keretében nyertes pályázat 310 millió forintnyi összegéből és több mint 71 millió forint saját erőből valósul meg a Vakbottyány téren az új piac. Az elmúlt hónapokban a régi szerkezetű pályatesteket lebontották, a közműcseréje megtörtént. Jelenleg az új csarnok szerkezet építése zajlik. Közösségi térként is szeretnék használni majd az új piacot. Vannak nagy rendezvényeink, például mint egy szüreti fesztivál, azt szeretnénk akkor, hogyha ide jönne. Tehát könnyen tudnánk színpadot építeni, infrastruktúra ott van helyben, és akkor könnyen elérhető, ugye városközpontban van. Kerékpártároló is épül, új járdákat építenek akadálymentesített útburkolati csatlakozásokkal. Új közlekedési útvonalat a Duna utca felüli oldalon parkolókat alakítanak ki. A béketéren a bazalt köveket rakják. A város központban is folyik a park és parkoló felújítása. A burkolatok elhelyezése után új térvilágítás, új padok kerülnek oda, majd a parkosítása, a fák ültetése következik. A munkálatok miatt ki kellett vágni a nagy fákat, melyek már betegek voltak. Ezeket leváltjuk egy teljesen új karógyökerű olyan fákkal, amelyek bírják is ezt az őrült meleget is, meg ezt a forgalmat is, ugye a kibocsátott füstgázok miatt. A nagyobb erőket a belvárosi részre összpontosítják, itt szeptember végére szeretnének végezni a munkálatokkal. A piac tér befejezését novemberre remélik, a decemberi ünnepi piacot már szeretnék az új helyszínen tartani. Harmadik alkalommal rendezik meg Pakson az országos tubatábort, amely révén hazai és nemzetközi szinten egyaránt kiemelkedő művészek látogatnak el a héten Tolna megyébe. A tubatábori estéken a koncerteké a főszerep, amelyeket az idei évtől nemzetközi fesztiválként rendeznek meg Pakson. A keddi nyitó koncerten a Kántorész Ecclesia részfúvós együttes és Geiger György Kossuth-díjas trombita művész is fellépett.
A paksi önkormányzat hagyományt szeretne teremteni azzal, hogy minden évben nemzetközi szinten is elismert magyar részfúvósok mutatkozhassanak be az atomvárosban, ezért is vállalta a fővédnökséget Szabó Péter polgármester. Nekünk nagyon fontos Paks városa számára, hogy ne csak az atomenergiáról jusson eszébe az embernek Paks, hanem a művészetek, a sport és minden más területen is kiemelkedőt tudjunk nyújtani, akár Paksnak, vagy akár a megyének, vagy akár az ideérkező turistáknak. Somogy és Baranya megyék híreivel folytatjuk. Megyei és városi kitüntetések, díjakat adtak át Mohácson augusztus 20-án. Cél a vidéki élet népszerűsítése, jövőszövő műhely alsó mocsoládon. Táncbemutatók, vásár és koncertek, falunapot rendeztek Bikalon. Megyei és városi kitüntetéseket adtak át augusztus 20-án a Mohácsi Önkormányzat ünnepi közgyűlésén. Az államalapítás ünnepén immár hagyomány, hogy emlékplakettekkel díjazzák azokat a mohácsi polgárokat, akik az elmúlt években nagy mértékben hozzájárultak a település fejlődéséhez. A két megyei elismerést idén Horváti Lenke, a Schneider Lajos Művészeti Iskola tanára, illetve Veszna Haluga, a Horvát Köztársaság főkonzulasszonya kapták. Szent István dicsőítő népdallal kezdődött Mohácson az önkormányzat ünnepi közgyűlése augusztus 20-án. Az énekes és zenés produkciók után Szekó József köszöntötte a résztvevőket. A polgármester emlékeztetett, 1000 éves történelmünk során szinte folyamatos harcokat vívtunk, hogy megőrizzük szuverenitásunkat és fejlődjünk. Ahhoz, hogy előrelépessünk, hogy a szerencsésebb sorsú, fejlettebb országokhoz felzárkózhassunk, szükség van a munka hőseire, azokra, akik a mindennapi munkájukkal, helytállásukkal példát mutatnak a környezetüknek, és nap mint nap maradandót alkotnak. Szerencsére városunknak, Mohácsnak mindig is voltak kiemelkedő egyéniségei, akik a maguk területén kiemelkedő teljesítményt nyújtottak. Sokan vannak napjainkban is, és évről évre államalapításunk, és az új kenyér ünnepén augusztus 20-án ismerjük el néhány tevékenységét az éves városi kitüntetések átadásával. A kitüntetettek sorában olyan mohácsi emberek szerepelnek, akik az elmúlt években nagy mértékben hozzájárultak a település fejlődéséhez, rendőrök, pedagógusok, orvosok és civilek. A városi elismerések mellett két megyei díjat is kiosztottak. Az emlékplakettek tulajdonosai idén Horváti Lenke, a Schneider Lajos Művészeti Iskola tanára, illetve Veszna Haluga, a Horvát Köztársaság pécsi főkonzulasszonya. 4 kategóriában osztottak ki fődíjat a hétfőn véget ért 9. Bújtor István Filmfesztiválon Balatonszemesen. Idén minden eddiginél több nevezés érkezett a versenyprogramban. A zsűri 62 film közül válogatta ki azt a 25 alkotást, melyeket nyilvánosan levetítettek a fesztiválon. A bolygónkon élő növények mintegy 2/3-át méhek porozzák be. A természet teljesen más képet festene nélkülük. Jurkovics Milán és Poroszka Magyar Zsolt alkotása a Méhek között című film a világszerte megcsapanó méhállomány körüli ok-okozati viszonyokat kereste. Közel egy évig készült a film több kamerával, 4K-s technikával, valamint drónnal is dolgoztak az alkotók. Munkájuk a dokumentum és ismeretterjesztő filmek mezőnyében végzett az élen. 30 éve nem készült Magyarországon ismeretterjesztő film méhek életéről. 30 éve. És méhészként jó magam méhészkedem. Eszembe jutott, hogy ezt meg kéne csinálnunk. Milán kollégámmal megterveztük a filmet, utána az OMME, Országos Magyar Méhészeti Egyesület jóvoltából pedig létrehoztuk. Ma fille a disparu. Elle a été kidnappée devant mes yeux. Quand est-ce que cela s'est produit? Il y a 2 heures. Gosztola Krisztina főszereplőként és producerként is dolgozott az Engedj el című játékfilmben. Az alkotás francia-magyar koprodukcióban készült, Párizsban forgatták francia színészekkel, francia nyelven, amerikai rendezővel. A kis játékfilm kategóriában ez az alkotás kapta a fődíjat Balatonszemesen. Van egy olyan közös témája a filmnek, ami teljesen mindegy, hogy az ember a világ melyik pontján él, hogy egy édesanyja elveszíti a 4 éves kislányát, és keresi, és független attól, hogy a rendőrség már lezárja
megkezdi a nyomozást, ő nem tudja feladni a kislánynak a megtalálását. A kísérleti fikciós és animációs kategóriában egy Bartók zenére megálmodott, képzeletbeli valóságot feldolgozó alkotás Körtési András rendezésében a Lélek szakadva című film kapta a fődíjat. A versfilm, versklip kategóriában pedig Zámbori Soma filmje, a Hídavatás nyerte legjobban a szakmai zsűri tetszését az idei Bújtor István Filmfesztiválon. A 9. fesztivál szerintem elérte azt a fajta célját, hogy ne pusztán egy szakmai műhelyként, műhely munkaként kezeljük, hanem valódi közönségfesztivállá nőjön, ami azt jelenti, hogy sok száz, konkrétan ugye a 2-3 nap alatt több mint 2000 néző vett részt, és figyelte nem csak a Bújtor filmes alkotásokat, vagy az Ötvöscsöpi klasszikusokat, vagy éppen amiben Bújtor és testvére Latinovics játszott, vagy rendezett, hanem bizony a 25 filmből álló versenyprogramot is. A 3 napos fesztiválra idén minden eddiginél több nevezés érkezett. A versenyprogramba a 62 film közül 25 alkotást válogatott be a zsűri. A programot záró díjátadó ünnepségen a 4 kategória fődíjasa mellett 12 külön díjat is kiosztottak. Táncbemutató, közös főzés, vásár és koncertek, többek között ilyen programokon vehettek részt azok, akik a hétvégén Bikarra látogattak a falunapi rendezvényre. A találkozón olyan sztárvendégek is felléptek, mint Csordás Tibor vagy Mário a harmonikás. Mário a harmonikás is fellépett a hétvégén a Bikari falunapon. A zenész stábunknak elmondta, mindig törekszik a jó hangulat megteremtésére, ezért is hoz magával több dalt, amikből lehet válogatni. Az is meghatározó lehet ugyanis, hogy milyen a közönség összetétele. Meg nem mindegy, hogy kora délután van egy rendezvény, ahol sokan ülnek és ülve hallgatják végig a műsort, vagy bele csöppenik az ember akár késő éjszaka egy táncos mulatságban, nyilván akkor már könnyebb helyzetben van, de akkor teljesen másként állítja össze a műsort. Ilyenkor egy kicsit többet játszom így élőben a hangszeren, tehát hogy rakok bele olyan standardeket, vagy olyan kimondottan instrumentális dalokat is, bele tudok csempészni ez időtájt, vagy egy ilyen jellegű műsornál. A rendezvényre egyébként sokan ellátogattak. Többen a családjukkal együtt érkeztek a falunap programjaira. A program végül is változatos, így szerintem mindenki megtalálja, ami tetszik. Jó, jó. Nagyon sokan vannak, ami meglepő egy kis faluhoz képest. Ugye eredetileg én is Bikari vagyok, és ez számomra meglepő volt, hogy ennyi ember össze tud jönni egy ilyen alkalommal. Szerintem ez egy tökéletesen jó dolog. Azért a falunak megtartó és összefogó ereje van, az mindig jó. A koncertek mellett például táncos bemutatón is részt vehetett a közönség. A New Generation névre hallgató csapat hip-hop stílusú mozgásformákkal készült. Az együttes még 2007-ben alakult Komlón. Tavaly szeptember óta vagyunk Bonyhádon is, 4 éves kortól járnak táncolni a fiatalok. 3 csoportunk van, Future, Diamonds meg Flawless csoport, kicsi ovisok, általános iskolások és a gimisek. A színpadi programok mellett ugrálóvár, arcfestés és népi játékok várták a kicsiket, így minden korosztály megtalálhatta a neki tetsző elfoglaltságot. Jövő-szövő műhely, ezzel a címmel rendeztek programot Alsómocsaládon. Az esemény célja, hogy elinduljon egy olyan folyamat, ami arra ösztönzi mind a fiatalokat, mind az idősebbeket, hogy egészségesebb, jobb környezetben éljenek. Ennek részeként a kötetlen beszélgetés mellett falubejáráson is részt vettek a vendégek. Itt olyan helyi látványosságokat is megnézhettek, mint a planetárium, a kemencés udvar vagy a csónakázóhely. A legtöbben Budapestről érkeztek. Ez egy fókuszcsoportos megbeszélés volt, mert az elképzelésünk az, hogy egy pályázatot írunk ki az Alsómocsaládra történő bejövetel, hogy tetszik, betelepülés érdekében, és a jelenlévőket megkérdeztük, hogy a pályázat kiírást hogyan tudjuk finomítani, mik azok a fókuszpontok, amire koncentráljunk, hogy ami leginkább érdekelni azokat az embereket, akik vidékre költöznének, és megmutattuk természetesen Alsómocsaládot is, hogyha egy ilyen helyre költöznének, akkor mit szeretnének, hogy mi legyen itt egy ilyen gyönyörű településen, mint Alsómocsalád. Végül nézzük, miről szólt a híradó. Kisvállalkozók versenyképességét segítik, 80 milliós programot hirdetett a kormányhivatal. Útépítés, 4,6 milliárdból 20 útszakasz lesz járhatóbb Tolna megyében. Veszteglő hajók, csupasz part, extrém alacsony a Duna vízállása. Részfúvós fesztivál, igazi zenei csemegék és hírességek Pakson.
Csütörtökön már délelőtt felhők zavarhatják a napsütést, ennek ellenére marad a meleg, sőt fokozódik a füllettség, elszórtan kialakulhatnak frissítő csapadék gócok. Már köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb csütörtökön este jelentkezünk, addig is keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami mások figyelmét is felkeltheti, akkor készítsenek fotót vagy videót, és küldjék el a képernyőn látható elérhetőségek valamelyikére. Viszontlátásra!